2015. november 20-án a Zeneakadémián adták át az első Makovecz Imre díjat, amelyet Kiss Ferenc, a magyar nép és világzene egyik legjelentősebb zeneszerzője, a Héttorony Fesztivál szervezője, az Etnofon zenei társulás vezetője kapta. Kiss Ferenc dalai olyan emblematikus szintet értek el a hazai világzenei életben, amely megkerülhetetlenné tette a Vízöntő együttesben is játszó, átütő erejű szövegeket író alkotót. A Zeneakadémián a díjátadót követően a Holdudvarház dalait hallgathatta meg a teltházas közönség. A helyi érték ellátogatott a zenekar próbáira, amelyekre kerületünkben a Kultúrpartnál került sor. Ebben az évben a Héttorony Fesztiválnak van egy különleges aktualitása. Makovecz Imre, hogyha itt lenne velünk, 80 éves lenne, de hát persze itt van velünk, hiszen az épületeiben ugyanúgy ott vagyunk, és a lelkünkbe őrizzük őt. Erre a műre ő hogyan hatott? Hogyan tisztelegsz az ő nagysága előtt a Holdudvarház dalaival? Mindig megkerestem, évente egyszer-kétszer beszélgettünk a terveimről. Ő mindig eljárt koncertjeinkre, és lelkesített, támogatott, meg dorgált is persze, amikor valami nem tetszett neki, és előadtam ezt a Holdudvarház dalciklus tervét neki, és a mesét, amire én ezt fölfűzöm az egész történetet, aminek csak röviden az a lényege, hogy a mese szerint a magyaroknak igencsak megszaporodtak a bajai, egymással és a szomszédos nemzetekkel is, és az Úristen, mikor lenézett a földre, akkor azt látta, hogy szomorúság bánat emít, máshol meg a dőfös uraságok káromolják őt is, meg a népet is, és ezért egy éjszaka fölvitette a Kárpát-medencét a angyalok seregével a Holdra, és már úgy ébredtek másnap, hogy csodálkoztak. Ugyanúgy fölkelt a nap, de a Hold helyett a Földet láttak, és abban meg egy barna foltot, ahol az előtt éltek. És akkor az Úristen elmondja, hogy szálljatok magatokba, mindenki javuljon meg önszántából, és majd, ha úgy döntötök, hogy vissza akartok menni, akkor szóltok, és akkor magukra hagyta őket ismét, ki tudja mennyi időre. És az Imrének ez nagyon tetszett, ez a történet, fölbátorított, sőt azt ígérte, hogy ő megtervezi ennek a előadásnak a színpadképét is, és sajnos akkor abban az évben ősszel elment. Amiért én ezt a dalciklust régebbi, meg újabb dalaimból, ahogy összeállítottam, az mindenképpen meghatározta, hogy ő mit üzen nekünk. Tehát az ő szellemisége, a gondolkodás módja, az emberek egymáshoz való viszonya. Én nagyon sokat tanultam tőle ezen a téren is, de minden téren, és én ezt a szellemiséget szeretném ezzel a ciklussal is képviselni. Engem a család kért föl erre, mert Imre szerette a zenémet, ugye a Szevillai Magyar Pavilonban bár több zene készült oda, jobbára az én zenémet játszotta. Tehát a család felkérésére vállaltam, és úgy vállaltam csak el, hogy én ugyan meg tudnám hangszerelni, de nem az én szakmám. Ez egy külön szakma, egy külön képességeket, jártasságokat igényel, és ezért szóltam, vagy esett a választás ugye
a Vedres Csavára, akit a család is egyébként nagyon szeret, és én is a munkáit, meg a zenekari működését is ismerem, tehát hosszú távra visszamenőleg. Viszont egyből volt egy kétségem, hogy baromi könnyű, megnézve egyébként más zenekaroknak a szimfonikus együttműködését, meg adaptációit, hogy nagyon könnyű belecsusszani abba a hibába, hogy esztrád lesz belőle, amitől az én hátam már a 60-as években is borsódzott a Tánzza Fesztiválon. És tehát az volt a kérésem, hogy ne legyen segítses, se esztrád, tartsa meg a levegőjét, az atmoszféra maradjon azokba a kis kamara zenei számokba, meg a szöveg érvényesüljön. És nem kell ezt a kortárs komoly zene irányába vinni, hanem egyszerűen dalokról van szó, és azt a lehető legegyszerűbben, úgyhogy a kétfajta zenei stílus szolgálja a mondani valómat. Ez volt a két fő szempont, és én bátran mondhatom, hogy ennek aztán Csaba 100%-ig eleget tett. Nagyon ötletesnek találom a szimfonikus szólamokat. Az igazság, hogy jó magam is ügyködök hasonlón, és mindenki tanulságos ezt hallani. Amikor szólóba énekled a I La La La-t, és akkor utána ugye hámolba vagytok. Igen, csak nem szabad becsengni ilyenkor semmi hangot, ezt figyelni. Bocsánat, nem a hasonló látni téged itt ezen a fantasztikus zenekari próbán. Miért éppen téged kért fel Kis Ferenc? Makovec Pál barátom ajánlotta Ferinek, hogy legyek én. És akkor összeismerkedtünk, megmutattam, hogy milyen szimfonikus dolgokat csináltam eddig, és akkor úgy döntött, hogy ezt tetszett neki, és akkor így kaptam ezt a feladatot. Korábban nem is ismertétek egymást, vagy azért követtétek egymás zenei munkásságát? Hajjaj, nagyon nagy Kalinda rajongó, meg vízöntő rajongó voltam, de személyesen nem ismertem fel. Lehet nagyon gyorsan is hangszerelni, úgyhogy ahogy ilyenkor a komoly zenei muzsikusok nevezni szokták magukat kicsit féltréfásan, hogy biodíszletek vagyunk, ezt mindenképpen szerettem volna elkerülni. Tehát az, hogy itt valóban egy keverék, hanem egy vegyület jöjjön létre, egy új minőség. Szimfonikus zene, népzene, jazz, rock, hogyan jönnek össze nálad? Hát nekem mindegyik belefér, és mindegyikben megtalálom az értéket, de hát nyilvánvaló, hogy sokszor azért sok fejtörést okozott, hogy mi az, amit hozzá lehet ehhez tenni, mi az, ami nem csapja agyon, mi az, ami nem viszi el túlzottan egyik stílus irányába sem, hanem megmaradjon az a sokszínűség, amely az eredeti dalciklusban megvan. Isten azért teremtette az időt, hogy ne történjen minden egyszerre,
Na most ez nálam nem jön össze ilyen alkalmakkor, de élvezem és lendületet ad, és töltődöm is tőle. Egyébként egy nyugodt ember vagyok, de most rohangászok, nyugodtan kimondhatom, hogy idegroncs is vagyok, ami nem látszik rajtam feltehetően, de azért ez sokfajta dolog egyszerre, és ráadásul még a kertemben is lenne munka, a kertünkben is lenne munka, amit most várat magára. A Makovecz Imre díj 2015 évi kitüntetettje, Kis Ferenc népzenész, hangépítész. Nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy először ezt a díjat nekem ítélték, és én vehettem át. És egy dallal szeretném megköszönni, ami Makovecz Imre egyik kedvenc népdala volt, és a fellegajtó nyitogatáshoz szól. Ő tudta, hogy létezik egy rejtett átjáró az ég és föld között, ez a mennyei kapu. A népdal szerint ez a fellegajtó, ami mindenki számára fellelhető és átjárható, ha keresik. Fog ezt hangzani talán majd többször is, vagy csak egyszer, és megismételhetetlenül a Zeneakadémián? Hát elég sok benne az improvizáció, tehát nyilván megismételhetetlen lesz, de én bízok benne, hogy nem csak egyszer fog elhangzani. Sajnos nem tudom szabad ilyet mondani, a mai magyar valóságban félő, hogy nem túl sokszor fog elhangozni. Én örülnék, hogyha elhangozna többször ez a zene. Régóta együtt zenész Kis Ferenccel is, de nagyon sok zenei produkcióban részt veszel még ezen kívül. Szerinted így a magyar zenetörténet, vagy a világ zenetörténete szempontjából mit tett le a Kicsi Ferkó az asztalra? Hát én szerintem nagyon sokat. Tehát ez a vízöntő együttes, és utána amit ő csinált, ez mindenképpen talán szerintelenül mondhatom, hogy a Bartókik odáig gondolat tovább folytatásának tekinthető. Én legalábbis így tudok rá tekinteni. És hát nagyon jó, hogy eljutott eddig, hogy most szimfonikus zenekar, és komoly koncertteremben végre elhangoznak ezek a dalok. Én ezeket mindig is szerettem, ezeket a dalokat. Valahol belül önkéntelenül érzek egy olyat, hogy ez lehetett volna akár egy Rolling Stones, vagy Jimi Hendrix, vagy Beatles vonal is kelet-európai stílusban. Hát itt más világ van, itt nem úgy alakulnak a dolgok. A Jimi Hendrix állítólag 3 nap alatt lett világhírű, szerintem teljesen hasonló habitusú dalokkal. De hát itt más van.